Az ATV-ben idén is arra számítunk, hogy akik a legpörgősebb és leghitelesebb választási műsort akarják nézni, azok minket választanak jövő vasárnap is. Minden helyszínen ott leszünk, a kormánypárti és az ellenzéki eredményvárokban. György Gabi és Benyó Rita lesz a két fő külső helyszínen. Kis Ferenc kollégám a választási központban jelentkezik majd. Én itt állok majd a Heti Napló választási díszletében, én kapcsolom majd a helyszíneket, mint ahogy az Egyenes Beszéd díszletében lévő Szőlősi Györgyit és később Rónai Egon, aki szakértőkkel elemez majd, és innen kapcsoljuk majd az interaktív díszletet, ahová az első eredmények érkeznek majd az urnazárás követően, ahol Krug Emilia és Novák András, mint két földrajzszakos tanár mutatja a választási körzeteket és eredményeket. Szóval nincs mese, nálunk lesz a legtöbb információ és a legmegbízhatóbb csapat, választanak minket jövő vasárnap is. A miniszterelnök helikopterrel utazik Debrecenbe a keleti határa. Személyesen nézi meg a menekültek fogadására kijelölt bokcsarnokot, és tárgyal a NATO csúcson és az EU csúcson is. Védelmi célzattal települnek majd NATO erők, várjuk őket, jönnek törökök, lesznek olaszok, várjuk a horvátokat és lesznek amerikaiak is. A magyar honvédsége együtt fogják garantálni Magyarország és a magyar emberek békéjét, biztonságát. Sikerült érvényt szerezni a józan észnek, és Magyarországra továbbra is érkezik majd gáz és olaj. Holnap reggel a munkát folytatjuk, az extra magasra fölszökött energiára kérdését tárgyaljuk meg, és megvitatjuk, hogy mit kell tenni Brüsszelben annak érdekében, hogy az energiaára csökkenjen. Márkizay Péter Erdélybe látogat, az ukrán nagykövettel találkozik, és újabb országjárásba kezd. A békeidében mentőautót adományozunk. Ez a mentőautó tehát azt szimbolizálja, hogy mi a béke és az életek mentése pártján vagyunk, a két nép barátságát jelképezi. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel adom át ezt most nagykövetasszonynak minden szabadságszerető magyar nevében. Bejárjuk az országot, elvisszük a következő három üzenetet az ország 3000 településére. Kelet helyett válasszuk a nyugatot, gyújtogatóra ne bízzuk a tűzoltást, és hozzuk haza a minden egyes magyarnak járó 1,5 millió forintnyi uniós pénzt. De persze a személyes brand építése mellett mindkét oldalon megjelent a másik féllel szembeni félelemkeltés is. Gyurcsány és Márkizay beszélyesek. Állítsuk meg őket. Április 3-án csak a Fidesz. Ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Hajrára kapcsolt tehát mindenki a választás utolsó hetén. Az ország utolsó szegletébe minden választóhoz el akarnak jutni ilyenkor már a politikusok. Elég szoros ahhoz a verseny, hogy a mozgósítás dönthessen. Azért nagyon nem mindegy, hogy egy adott tábornak a 80 vagy a 90%-a megy el szavazni. Azért ez is százres különbségeket jelenthet. Ez egy bizonyított tény, hogy nagyon-nagyon sokan az utolsó pillanatokban döntenek. Az utolsó pillanatos döntés az emocionális impulzus, vagy pedig az utolsó héten mondjuk elolvassák a pártok programjait? Aki nem olvasta el eddig a pártok programjait, az alig ha fogja az utolsó napokban. Nagyon kevesen foglalkoznak ezzel. Az ember az egy olyan lény, hogy érzelmi alapon szavaz. És még azok, akik a legracionálisabbnak tűnő érvekkel is próbálják ezt megtámogatni, nehéz ezzel szembenézni, de mindannyian érzelmi alapon szavazunk. Kíváncsi voltam, mennyire látszik ez az utca emberén. Tudja egyáltalán, hogy mi lesz április 3-án? Tudja, hogy április 3-án mi lesz? Nem, a szavazás. Igen. Megy választani? Igen. És tudja már most, hogy kire fog szavazni? Igen. Egyértelműen tudja. Egyértelműen, igen. Tehát mindegy, hogy az utolsó héten milyen kampány lesz, az ön már nem befolyásolja. Igen. Megyek. Mi alapján dönt? Hát aki az országunkat képviseli, csak arra a pártra, aki csak a magyar népet képviseli.
sok minden esemény lesz, amire el kell menni. És megy szavazni? Természetesen. És hát, tudja is, hogy kire szavaz? Hát természetesen, igen. Hát tájékozódunk azért minden nap, de tudom persze. Hogy mi befolyásolja? Nem kell, hogy elárulja, hogy kire szavaz, de mi befolyásolja önt a döntésben? A plakátok, a programok, a program. Hosszú évek? Hát a hosszú évek és a programok, a plakátok nem annyira, mert az csak egy pillanatnyi állapot és semmi más. Tudják-e, hogy április 3-án mi lesz? Én nem tudom, sérke. Azt tudja, hogy lesz országgyűlési választás? Igen. Lesz. És elmennek szavazni? Nem. És azt még megkérdezhetem, hogy miért nem? Mert engem úgyse az lesz, amit én akarok azért. Úgyse az lesz, amit én akarok, akkor minek menjek el? Fölösleges. Dolgoznom kell, az a lényeg. Itt a munkahelye sajnos. Nyomni kell a melót. Számít bármit, hogy ki nyeri a választást? Nem zavar az sem, hogy ki. Tudja, hogy április 3-án mi lesz? Igen, választás. És megy szavazni? Természetes, ott a helyem. És azt is tudja már, hogy kire szavaz? Igen. És mi alapján dönt? Az ismeretek alapján. De plakátok? Nem, az, amit elhangzott szöveg. És tudja, hogy április 3-án mi lesz? Jaj, tudom, igen. Tudja. Készülünk rá. Azt tudja, hogy 3-án hány szavazólapot kap, mi minden lesz rajta? Hát lehet, hogy részletesen nem tudom, de hát majd ott eldől. Átnézzük, és akkor gondolom, ott van idő arra, hogy olvassuk. Segítünk most mi is egy kicsit a magyar választási rendszerben való eligazodásban. Ott kezdődik, hogy nem is egyet x-elünk, hanem kettőt. Egyet a lakóhelyünk szerinti egyéni jelöltek valamelyikére, egyet pedig valamelyik pártlistára. Talán ez az a része a választásnak, amit a legtöbben tudnak maguktól is. Azt viszont nagyon kevesen tudják és értik, hogy a leadott szavazatból hogy lesz aztán parlamenti mandátum. A világ egyik legbonyolultabb választási rendszere a magyar. Mindez nem véletlenül van így, László Róbert választási szakértő szerint. Minél bonyolultabb egy választási rendszer, annál könnyebb elhitetni azzal kapcsolatban bármit. És onnantól kezdve hitvita, hogy ez a választási rendszer az jó vagy rossz, kinek kedvez, kinek nem, hiszen lehet ilyet is hallani, meg olyat is, és innentől kezdve a valóság elvész. A dezinformáció terjedésének is ez a természete, hogy nem az kell, hogy egy kézzel fogható narratívát kell beleverni az emberek fejébe, hanem legyen nagy a zaj. Minél nagyobb legyen a zavar, és az ember már ne is tudja, hogy honnan tud igazán jól tájékozódni. Mi most próbálunk a Political Capital filmjével együtt segíteni. 106 parlamenti hely jut az egyéni jelölteknek, 93 helyet lehet listáról megszerezni. De hogy, az már nem olyan egyszerű. Nézzük előbb, mi történik pontosan egy egyéni kerületben. Tegyük fel, a győztes 20 000 szavazatot szerzett, a második helyezett 15 000-et, a többiek kevesebbet. A vesztes jelöltek pártjait úgy kompenzálják, hogy az itt leadott szavazatokat egyszerűen hozzáadják a listás szavazataikhoz. Már emlékszem, ez a győztes kompenzáció. Jó helyen kapiskálsz, de ez még nem az, eddig csak a veszteseket kompenzáltuk. És igen, van még a győztesek extra jutalmazása is. Arról van szó, hogy nem mindegy, mennyivel nyert a nyertes. Példánkban elég lett volna a győzelemhez 15 001 voks. De mivel az első helyezett 20 ezeret szerzett, ezért az ő pártja megkapja azt a 4999 plusz szavazatot is, ami nem kellett az egyéni győzelemhez. Ezek az úgynevezett töredék szavazatok ezrével, tízezrével érkeznek minden egyes választókerületből. Összesen több millió is összegyűlik belőlük. De még ez sem adja ki a végeredményt, mert a listás szavazatokhoz érkezik még a külhoni magyarok levélszavazata is. Sokkal egyszerűbbé tették a levélszavazásnak a módját. Tehát most már ott tartunk, hogy kis túlzással egy sajtpapírra, ha ráírják, hogy én erre a pártra akarok szavazni, és ezt eljutatják vagy a választási irodához, már az is elegendő, ami azért egy elég nagy probléma. Az elmúlt választásokon szinte már hozzászoktunk, hogy a választást rengeteg kamupárt is befolyásolja. Sokan egyszerűen csak a könnyű pénzszerzés miatt jelentek meg, sokan viszont egyértelműen azért, hogy megosszák az ellenzéki szavazatokat. 4 évvel ezelőtt a szavazólapon 23 pártlista neve szerepelt. Ehhez képest nagy előrelépés, hogy idén mindössze 6 pártlista közül kell választani.
Azt jól érzékelem, hogy mintha kevesebb kamupárt lenne, vagy mintha ez a választás kevesebb hírt hozott volna a kamupártokról? A kamupárt jelenséget szerintem magasabb szintre emelték, korábban ez egy mennyiségi ügy volt, most minőségi. Sokkal kevesebben vannak, de aki van, inkább egyes számban, az vélhetően sokkal több olyan szavazatot lesz képes begyűjteni, mint ez a sok apró miniformáció tudott korábban. Természetesen az úgynevezett megoldás mozgalomra gondolok. Indulás előtt ne felejtsd el ellenőrizni, hogy nálad van-e a lakcímkártyád. Több civil szervezet összefogva is készít oktató videókat, miután több kutatásból is kiderült, hogy a választók sokszor alulinformáltak. A tájékozottságnak annak nagyon nagy szerepe van, ugye aki nem tájékozott, az plakátok, Facebook hirdetések alapján fog dönteni, mert az akkor is megtalálja őt, ha ő azt nem keresi. Míg aki tájékozott, online hírportálokat olvas, televíziót néz, az nem csak ilyen módon befolyásolható, de azért nagyon idézőjelbe tenném a tájékozott és a tájékozatlan szavakat. Nehogy azt higgyék, hogy csak önöknek van szükségük tájékoztató anyagokra. Minden választás előtt szakértőket hívunk az ATV-be, akik minket is felkészítenek, a legfontosabb adatokból, a lehetséges váratlan eseményekből. 2022. április 3. A döntés napja. Szavazzanak és válasszák újra az ATV-t. A választás napján minden információt, háttértudást a legalaposabban és a legpontosabban át is adunk önöknek. Az eredményeket elsőként kapják meg az ATV nézők nagyon gyorsan, nagyon sok helyszínen, a kis pártoknál is ott leszünk, akkor kapcsolunk oda, amikor annak oka van. Mi nem ellenzéki vagy kormánypárti műsort csinálunk, hanem mi választási műsort fogunk csinálni. Tehát mi műsorvezetőink, elemzőink független hiteles munkát fognak végezni. Mi itt az ATV-ben sosem csomagoltuk be a híreket. Sőt, ha kellett, még a föld alól is előkerítettük az érintetteket. Falazni pedig továbbra sem fogunk senkinek. És ez így is marad, bárki nyeri meg. Mindig van valami meglepetés, vagy kígyózó sorok, vagy leálló szoftver, amire hát nem lehet felkészülni, de fel kell készülni egy műsorvezetőnek. Vannak-e ilyen bekészített tárban, hogy mivel fogod kitölteni az időt, amíg nem jönnek az adatok? Amivel általában beszélgetünk. Ugye ez így volt 4 évvel ezelőtt is, órákat vártunk arra, hogy valami történjen végre, és meg tudjunk valamiféle adatot, majd ránk ömlöttek az adatok. Most azt ígérik, hogy nem így lesz, és ebben bízom, de hát remek beszélgető társaim lesznek, úgyhogy alapvetően arra készülök egyébként is, hogy egy jót beszélgetünk, és közben megtudjuk, hogy mi az ország véleménye. Az utolsó héten nem csak mi, de az összes párt is már csak a mozgósításra koncentrál. Ez jól látszik a frissen megjelent kampányfilmekből is. Magasba a zászlókat, fel győzelemre, a jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Csak a Fidesz! Mert érted csináljuk, a te szavazatodon is múlik. Szavazz a Márki-Zay Péter vezette egyes listára. Szavazz a 6 párt közös jelöltjeire. Egy héttel az országgyűlési választás előtt a szavazók jó része már tudja, hogy hova voksol. Így a pártoknak az utolsó hétre az a fő feladat, hogy mozgósítani tudjanak, és a támogatóikat tényleg el tudják vinni a szavazóurnákhoz. Ezt kérdezzük most önöktől is. Elmennek-e szavazni? A Heti Naplóban Benyórita riportját látták. Tehát akkor még egyszer, jövő héten 15 órától egészen évfélig választási műsor az ATV-n. Készüljenek jó sok hideg élelemmel, otthonra sörrel vagy pezsgővel. Mi itt leszünk sör és pezsgő nélkül, de mindenképpen itt leszünk, és ameddig választási műsor lehet adni, mi addig adjuk is.